estét kívánok! A Tereprali Világkupa tunéziai futamán már a negyedik szakasz rendezték ma El Borma körül összesen 302 kilométeres távval. Az autósok között egyedül a Palik Darázsi Nissan Pickup trió van versenyben a magyarok közül. Ők egyre gyorsulva ma a 31-ként értek célba, összetettben pedig a 34. helyről várják a folytatást. A helyszínről Budai Ferenc jelentkezik. Túl vagyunk a negyedik napon is 1200 kilométeren, de én ma láttalak először felszabadultnak. Így van ez? Hát így, mert ez a mítikus Elborma hurokgyorsasági, ami 300 kilométerhez közeli táv, és csak dűne van benne. És hát itt mi lépésről lépésre haladtunk az évek során előre. 2 évvel ezelőtt én itt 2 nap alatt jöttem ki erről a pályáról. Aztán a Dakarom 6 óra alatt, tavaly 4 óra 40 perc alatt, és most 3 óra 45 perc alatt kijöttünk. Köszönhetőnek az autónak, meg ennek a 3 fiatal embernek, akik összerakták tegnap este az autót, és ők voltak azok, akik tulajdonképpen lehetőséget adtak nekünk arra, hogy egy hibátlan autóval teljesítsük ezt a távot. Én azt gondolom, hogy ez ennek a csapatnak a legnagyobb dicsérete, és a Nissan az gond nélkül kibírta. Amit a kezemben tartok, ez az úgynevezett itiner, ebből a kis füzetecskéből kellett ma tájékozódnia a Palik Darázsi kettősnek. Amikor tegnap este a roadbookot Darázsi Gabi megkapta önkéntelenül is, azt mondta Palik Lacinak, hogy ha netán elhagynánk a füzetet, akkor sincs nagy baj. Miért is mondtad, Gábor? Igen, ugyanis az itiner a mai napon az elég hiányos volt, nagyon kevés segítséget kaptunk a tájékozódásba, ezért hát tulajdonképp csak saját magunkra számíthattunk, de így is azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült ez a mai nap, amennyire féltünk tőle tegnap, hát annyira jól sikerült. Minél kevesebb információt tartalmaz az itiner a navigátornak, annál fontosabb a szerepe? Hát így van, de tulajdonképp nem fontosabb a szerepe, csak annál nehezebben tájékozódik, mivel a papír az kevés segítséget ad ebben. A világkupa sorozat első állomásából 3 nap van hátra, a mezőny holnap reggel átköltözik Ras El Khwaitbe, ahol 2 napot tölt. Budai Ferenc, RTL Klub, El Borma, Tunézia. Az RTL Motorsport Klub versenykamionja is teljesítette a mai 4. embert és gépet próbáló szakaszt. A Szaller Farkas keresztesi trió Mercedes kamionja a 73. lett és összetettben a 65. helyen áll. Az autósoknál ma a BMW-vel versenyző Khalifa El Moutawey volt a leggyorsabb az Egyesült Arab Emirátusokból. Mögötte a francia Magnaldi végzett a 2. helyen Honda Baggiával, a 3. pedig a Volkswagen-es Anrar lett. Összetettben továbbra is a ma 5. befutó francia Stefan Peter Hansel áll az élen a Mitsubishivel, a 2. a Nissanos Shinozuka, míg 4 nap után a 3. a belga Anrar. A motorosoknál a norvég Ulle Valsæter végzett ma az élen, 2 francia Cyril Depré és Richard Senkt előtt, mindhárman KTM-mel indultak a versenyen. Összetettben még mindig Depré vezet, a ma navigációs problémák miatt csak 6. spanyol Koma és Senkt előtt. Holnap El Borma és Ras El Khwait között 322 kilométer vár a mezőnyre. A nap összefoglalójával holnap este jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Most köszönjük figyelmüket, jó éjszakát! I'm gonna make you mine.